A megmérettetést az Információs Technológiai és Elektronikus Közigazgatási Iroda szervezi meg a Digitális Szerbia kezdeményezéssel és a szerb kormánnyal közösen. Az említett karok tanárai lesznek a mentoraik azoknak az egyetemistáknak, akik részt vesznek a versenyen. A megmérettetés célja továbbfejleszteni a Nemzeti E-Közigazgatási Honlap működését. Minden városban összesen 8 csapat fog versenyezni, a főnyeremény pedig 2 500 dollár. Nem mindennapi dolog, hogy a kormány Információs Technológiai és Elektronikus Közigazgatási Irodája az informatikai közösség bevonásával próbálja átalakítani és fejleszteni az egyik legfontosabb honlapját, az e-közigazgatási honlapot, és ez a hackathon keretében valósul majd meg. A versenyen a műszaki karok csoportjainak 48 óra áll majd a rendelkezésükre, hogy olyan megoldásokat dolgozzanak ki, amelyekkel fejleszthetik a Nemzeti E-Közigazgatási Honlapot, valamint közelebb hozhatják a szerb állampolgárokat a digitális világ kínálta lehetőségekhez. A Digitális Szerbia kezdeményezés és annak minden tagja kész megosztani tudását és tapasztalatát az IT-szektorral annak érdekében, hogy a verseny minél sikeresebb legyen. Az érdeklődők május 13-áig jelentkezhetnek a versenyre a képernyőn látható weboldalon.